Ma a mindennapos GBR-ről, vagyis a mindennapos csont augmentációról fogunk beszélgetni. Hogy tudjuk definiálni a guided bone regeneration-t? Ez egy olyan csontaugmentációs eljárás, ahol valamiféle fizikai barriert használunk a csontpótló anyag, illetve a defektus volumenének állandósítására. Az osteogenezis az a folyamat, amely a csontban zajlik, csontátépülés formájában, és az osteoblasztok végzik. Az osteoindukció az minden olyan folyamatot jelképez, amely indukálja a csontképződést. Az osteokondukció pedig a csontképződést. Mindig használjunk tonogénes érzéstelenítőt. Trunkular block is really performed in our daily GBR. Very important to infiltrate. Fontos, hogy lassan adjuk be az érzéstelenítőt, amennyire lehet próbáljunk lokálisan érzéstelenteni, kerüljük a vezetéses érzéstelenítést. Flap design. Flap is made by two different type of incision. Itt látható a feketével a gerincéli metszés, amelyet először ejtünk, és a vertikális segédmetszések pirossal. The flap in the case of present of mesial and distal teeth. Start from mesial surface of the mesial tooth. A két szomszédos fog. Ki kell terjesszük a metszést, lehetőleg a meziálisan elhelyezkedő fog meziális egyharmadától a disztálisan elhelyezkedő fog disztális egyharmadáig. Terjesszük a lebenyt. Amennyiben sorvégi fog hiánya állunk szebben, úgy igyekezzünk a beavatkozás területétől 8-10 mm-rel disztálisabban befejezni a feltárásunkat. Így tudjuk biztosítani a megfelelő rálátást, illetve a későbbi feszülésmentes lebenyzárást is. In the case of a dental lozenge, the flap start 8-10 millimeter distal. Fogatlan gerincen ugyanaz a helyzet. Az implantátumoktól disztálisan 8-10 milliméterrel fejezzük be a lebenyfeltárásunkat, hogy megfelelő terület legyen feltárva, this is good és jó rálátásunk lehessen. Let go deep in the incision. Mik a metszés tulajdonságai, sajátosságai? In the case of GBR, the incision is generally medium crystal. A gerincéli metszést egy GBR technikánál igyekezzünk enyhén vesztibuláris irányba eltolni, tehát ne a gerinc kellős közepén metszünk. Ez legyen egy egyenes, éles, egyértelmű metszés, haladjunk egészen a csontig a szikepengével, a képzendő lebenynek úgyis teljes vastagnak kell lennie.